A lábadozó spanyol irányítónak Nico Mindegiának ajánlotta a Szeged férfi kézilabda csapata vasárnapi hazai győzelmét a Löwen ellen, amelyen 2 sikerrel túllépve jutott a csapat a BL 8 közé. Sorsolás ma, a lehetséges ellenfél a Barcelona, Kiel, Veszprém, Kielce 4-esből kerülhet ki. Mi pedig kapcsoljuk Juan Carlos Pastor vezetőedzőt és segítőjét Marco Krivokapicsot, a nagy siker után velük beszélgetünk. Halló, jó reggelt kívánok, buenos dias, dober dan, szervusztok. Urak, gratulálok, és előzetesen mekkora esélyt adtatok a csapatnak a igazából őszintén a továbbjutásra a Löwen ellen? Jó reggelt mindenkinek! Buena pregunta, ¿cuántas opciones damos al equipo antes de empezar la eliminatoria? Bueno, nos había tocado, buenos días, lo primero, nos había tocado el equipo más fuerte, ¿no? Que iba con líder con Kiel en la liga alemana, que acaba de eliminar en la Copa. Y sabíamos que teníamos que sorprenderles en el primer partido. Tampoco las cuantificábamos numéricamente, ¿no? Sino que si salíamos vivos del primer partido, pues podríamos tener opciones aquí en Szeged y que era clave el primer partido. Jó reggelt mindenkinek. Úgy gondolja a mesterek, hogy az volt a legfontosabb, hogy nyerni tudjunk, vagyis hogy egy jó eredménnyel jöjjünk vissza Németországba, hogy sikerült megcsinálni, de tudtuk, hogy a legnehezebb ellenfelünk van a 8-as döntőbe, sajnos a Löwennek kellett játszani, de csak nem sajnos, mert tovább jutottunk, de nagyon nehéz meccs várt ránk, és ez volt a legfontosabb. Nem volt százalékban, hogy mennyi százalék esélyünk van rá, az volt a legfontosabb, hogy jó eredménnyel tudjunk kifelelni Szegedre, és aztán beleadni mindenkit. Hát sikerült, Dejan Bombacs azt mondta, ezen a két meccsen nyújtotta a csapat a szezon két legjobb teljesítményét. Egyet értetek vele? Jó sikerült ezek szerint a formába hozás erre a párharcra? Bueno, Dejan Bombacs dijo que hemos hecho los mejores partidos de esta temporada y pienso lo mismo. Está claro que hemos hecho los mejores partidos, ¿no? También ha sido los partidos contra el mejor rival o contra el mejor rival en el momento más trascendente de la temporada, ¿no? Es el equipo se ha puesto y que de verdad hemos hecho los mejores partidos, pero sabemos que tenemos que mejorar en el futuro. Egyezik a játékossal a mester. Úgy gondolja, hogy biztos, hogy messze a legjobb két meccset játszottuk ebben a szezonban, de úgy gondolja, hogy ez a két meccs volt ugyanúgy a legnagyobb tét ezen a két meccsen volt, és a fiúk ezt nagyon megérezték, és meg is értették, hogy oda kell tenni magukat. Nagyon jó teljesítettek, de tisztában avval a mester, hogy magasabb szinten is kell játszani, hogyha még nagyobb eredményeket akarunk elérni. Ha összességében meg akarnátok fogalmazni és összefoglalni, hogy miért tudta a Löwent megverni kétszer is a Szeged, akkor taktikában, játékban mi volt a legfontosabb, amivel le tudtátok győzni ezt a papíron erősebb ellenfelet? Készülök, hogy como explicas, ¿qué es lo que hicimos prácticamente bien para conseguir ganar un equipo tipo Löwen que era el favorito en el papel? Bueno, yo creo que nos sorprendió nuestra defensa 5-1 en Mannheim. Ellos no supieron atacarla y luego ellos están defendiendo abierto con muy buenos resultados contra Flensburg, contra Kiel. Y nosotros también supimos atacar bastante bien esa defensa abierta, con lo cual ellos conseguían muchos balones para contraataque. Y yo creo que esa fue la situación en el primer partido, las claves. Luego en el segundo, pues yo creo que seguir con el trabajo y creer que podemos conseguir. Úgy gondolja, hogy az első fél időben, vagyis az első fél időben, az első meccsen meglátjuk őket egy kicsit az ötegy védelmünkkel, nem nagyon tudtak támadni rá, és a támadásban pedig nagyon jó felkészültünk a nyílt védekezésükre, mert nekik Németországban, főleg Flensburg, Kiel ellen ilyen fontos meccseken rengeteg labdát tudtak szerezni ezekből a nyílt védekezésekből, és egyszerű gólokat lőni kontrába. Nagyon jó felkészültünk erre a nyílt védekezésre, nagyon jó támadtunk, úgyhogy nem tudtak futni, nem tudtak kontrából egyszerű gólokat szerezni.
itt a visszavágóban meg ugyanúgy bírtunk abban a munkában, amit megcsináltuk, és felkészültünk az első meccsre is, és csináltuk ugyanúgy jó a védelmet és a támadást, és sikerült tovább jutni. A kispadról nézve a két mérkőzésből melyik volt a nehezebb? A Miranda del Banquillo, de los dos partidos, ¿cuál era el ¿Qué partido era más difícil? Bueno, casi el de vuelta, ¿no? A priori primero es el de ida, porque si no haces un buen partido ya se acabó la eliminatoria, pero con el resultado de 4 goles, el más difícil lógicamente es el de vuelta, porque volver a ganar al equipo top es muy complicado, ¿no? Cuando juegas en casa, y no solo pasamos la eliminatoria, sino que también conseguimos otros partidos, que yo creo que es importante para el crecimiento del equipo y las posibilidades. Úgy gondolom, hogy az első meccs volt a nehezebb, de lejárta az első meccset, és úgyhogy nyersz 4 góllal idegenbe, akkor sokkal nehezebb játszani a visszavágóban, mert először is úgy gondolja, hogy egy ilyen top csapatot megvárni azért kétszer egy hét alatt, az nagyon nehéz, és úgy gondolja, hogy azt, hogy tudtunk nyerni Szegeden is, nagyon sokat fog a játékosoknak az önbizalmán javítani, és a csapat is nagyon szépen halad előre, úgyhogy úgy gondolom, hogy kétszer nyerni idegenben is először nagyon nehéz, de aztán a visszavágóban is megmutattuk, hogy nem kalkuláltunk az eredménnyel, hanem mentünk nyerni. Nagy kérdés valóban, hogy képes lehet-e a csapat ezt a fantasztikus szintet tartani a továbbiakban? Erről mit gondoltok? Bueno, sí, lo es capaz el equipo mantener este nivel en el futuro. Hombre, yo creo que la ilusión nunca se va a perder, ¿no? Desde ganar en marzo, esta eliminatoria hace que tengas mucha ilusión para el siguiente mes de abril, ¿no? Y yo creo que vamos a intentar competir como hasta el momento, vamos a tener la presión, sino que vamos a intentar disfrutar. Y lo más importante es preparar bien los partidos, el primero, intentar ganar aquí, en casa. Y luego ya veremos, ¿no? Pero vamos a intentar ser también, tener humildad, creer en lo que hacemos y trabajar. Hát nagyon nagy illúzióval várjuk ezeket a meccseket, mi is mind edzők és a játékosok is. Úgy gondolom, hogy a fiúknak nagyon fontos volt lejátszani egy ilyen jó meccset, tovább jutni, és mi abban bízunk, hogy a munka az mindig visszaadja a jó eredményt. Úgy gondolja, hogy nem leszünk esélyesek ebbe a negyeddöntőbe. Ez lehet egy pozitív dolog a csapatnak. Úgy gondolja, hogy alázattal és jó munkával, hogyha oda teszik magukat a játékosok, minden lehetséges. Nyugodtan kell játszani, csinálni kell tovább a munkát, és ez a jó március után várhatunk egy jó április is. Na most következik a sorsolás, és az a kérdés, hogy van egy gyengébb ellenfél a többinél a 8 csapat között, van egy gyengébb ellenfél a kapható 4-ből, amelyek juthatnak a Szegednek? Bueno, que está el sorteo ahora, que si es algún equipo más, así que lo puedo. Son los 4 cabezas de serie desde el principio, son los 4 que han quedado primeros del grupo, y ahora mismo no hay. Los partidos, los 4 equipos son muy complicados, pero nos tocará uno y habrá que prepararlo lo mejor posible para intentar, primero, lo que he dicho, ¿no? Para nadie tiene tanto en casa. Hát úgy lássa, hogy 4 ellenfél van a másik kalapban, igen. Kalapban, így van. Úgy gondolja, hogy ők voltak az elsők a csoportban, náluk van az előny. Nagyon jó csapat, még nagyon egyforma szintű csapat, nem lát itt se gyengébe, se erősebbre. Ezek voltak a legerősebb csapatok a csoportban. Úgy gondolja, hogy akit kapunk, arra kell készülni, és a legfontosabb dolog az, hogy itt Szegeden tudjunk nyerni, és aztán majd a visszavágót meglátni. Na most, de mégis, hogyha lehet olyan, hogy kívánságműsor egy pillanatra, melyiket szeretné legkevésbé kapni az edzői tím a következő fordulóban?
és melyiket talán leginkább? Mondjuk Barcelona legkevésbé, és Kielce leginkább? Szóval mi a kívánság sorrend? Bueno, si tendrías que decidirte o si podrías coger un equipo, ¿cuál sería el más accesible y cuál el menos? No podría decirlo. Yo creo que el sorteo todo el mundo pues, prefiere ¿no? jugar contra un equipo extranjero, ¿no? Desde el punto de vista de jugar la Champions, no quieres jugar contra un equipo de tu propio país, ¿no? Yo creo que es un éxito ya para el balonmano húngaro. Tener los dos, el único país que tiene dos equipos en cuartos de final, yo creo que todo el mundo quiere un equipo foráneo, ¿no? Yo creo que elegir no se puede, el que te toque, te tocó, y prepararlo, ¿no? Estamos ya, quedan solo cuatro equipos privilegiados. Ugyanaz a válasz, csak azt mondja, hogy azért, hogyha már a Bajnokok Ligájában jártunk, akkor jó lenne játszani külföldön, mert már Magyarországon játszott a BL-t. Hál' Istennek csak Magyarországnak van két csapat a negyeddöntőbe, azért az se semmi. De mégis úgy gondolja, hogy ha már úgy kell a negyeddöntőt játszani, akkor legyen egy külföldi csapat, és nem tudja eldönteni, mert úgy gondolja, hogy nagyon egyformáz a szint, és a nyolc legjobb csapat van a negyeddöntőbe, úgyhogy aki lesz, rá készülünk, és megpróbálunk mindent. Utolsó kérdésem, mondjuk Dusebajev ellen, a Kielce ellen a taktikai játékot edzőként a mester szívesen folytatná-e, hogyha úgy adódik a sorsolás? Bueno, si dice si te gustaría continuar la guerra táctica contra Dusebaev, ¿no? Bueno, va a ser guerra táctica contra cualquiera. Si es contra Kielce, Talas, si es contra Destroen Carlos, si es contra aquí Gilas, donde están defendiendo muy bien abiertos, si es contra el Barça Pasqui, se defenderá muy abajo. Yo creo que la guerra va a seguir existiéndola, sea contra el que sea. Con Talan tiene muy buena relación, hablamos antes del partido de aquí contra Lowen, dándonos ánimos, solo por la relación sería otra vez una gran táctica más cercana, pero va a haber guerra de todas formas. A tu hilando de Ezequiel, taktikai háború, de nem csak a talán Dusebaev ellen, hanem akár melyik edző ellen, mert nagyjából tudjuk, hogy melyik csapat mit játszik és hogy játszik. Ezek, amikor eldől a sorsolás, akkor kell belemenni így mélyebben a taktikázásba. Hát a Talanta már régóta ismerik egymást, és nagyon jó barátok is. Bőven meccs előtt is beszéltek, sokat kommunikálnak. Úgy gondolja, hogy ha Kielce, akkor folytassuk a háborút, amit elkezdtünk még a csoportba. Úgy gondolja, hogy biztos, hogy jobban kell még felkészülni, mint a csoportverseny, de már biztos, hogy lesznek újdonságok, úgyhogy de ahogy Kielce ellen, ugye az összes többi ellen, meg az összes többi csapat ellen. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és további sok sikert, meg szerencsés sorsolást a Szegernek, hogyha lehet ilyen. Köszönöm. Köszönjük szépen.